Szeretettel köszöntjük a Credo TV nézőit. Eljött egy újabb alkalom, amikor együtt dobbanhat a szívünk arra, amit Isten készített a számunkra, és közölni akar nekünk. Ezekkel a műsorokkal az a célunk, hogy szüntelen változó világunkban egy biztos támaszpontot nyújthassunk a kedves nézőknek. A biztos támaszpont a Biblia, Isten beszéde. Most előttünk van egy újabb alkalom, amikor Pál apostol leveleinek tanulságaival foglalkozunk. Hogy miért foglalkozunk? A választ megadja maga az apostol, amikor Isten ígéjéről írt Timóteusnak. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, és az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Szolgáljon az igehirdetés tanulságul, vigasztalásul, és lássuk meg, hogy számunkra is hasonló helyzetben hasonló az Isten akarata. Irányítsa Isten gondolatainkat és lépéseinket akaratának megfelelően. Stash.
Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott leveléből olvasom Istennek ígéjét. A negyedik fejezetet keressük meg, a negyedik rész, második versével olvasom Istennek ígéjét, az ötödik verset is felolvasva. Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott leveléből, Kolossé beliekhez írott levél, negyedik fejezet, negyedik rész, második versével így szól Isten ígéje. Az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással. Imádkozván egyszer mind mérettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogó is vagyok. Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nékem szólanom kell. Bölcsen viseljétek magatokat a kívülvalók irányában. A jó alkalmatosságot áron is megváltván. Amen. Hálát adunk az Úrnak az újabb lehetőségért, a kegyelemért, és mindenkit köszöntünk szeretettel, örvendünk annak, hogy együtt tanulmányozhatjuk Istennek ígéjét, az új szövetségből, a páli levelekből éppen a Kolosséba írt levél negyedik részének első verseit. A fő témánk ma este az imádkozás. Az Úrral való beszélgetés, az Úrral való közösség, az Istennel való kapcsolat. Egy olyan személyes és közösségi gyakorlatunk, amely nem vallásos ceremónia, amely nem időhöz, nem helyhez kötődik, amelynek nem bizonyos módjai vannak, ami szerint lehet, illik vagy kell cselekedni, hanem amiről tanítást ad nekünk a Biblia, és mindenkinek úgy szólván személyes ügye, hogy mennyit szakít hívő életének megélésében az imádkozásra. A legfőbb példánk az Úr Jézus Krisztus. Meg fogjuk látni ezen az estén, ő maga példát adott abban, hogy személyesen külön imádkozott, néha éjszakákon át, aztán vitte magával az ő tanítványait, csoportos imádkozás is volt, és meg fogjuk látni azt, hogy minden fontosabb döntése, cselekedete előtt, például a tanítványok kiválasztása előtt, egy egész éjszakát fenntöltött a hegyen az Úrral. Így hangzik mai igénk, az imádságban álhatatosak legyetek. Vigyázván abban hálaadással. Álhatatos, más szóval kitartó. Az álhatatosság abban rejlik, hogy elkezd valaki valamit, és igyekszik, kitart, hogy azt véghez vigye. És azt tanítja ma nekünk az ige, az imádságban álhatatosak, kitartóak legyünk. Így olvassuk, hogy Pál apostol egy konkrét példát is hoz a Kolossé belieknek, akit nagyon jól ismertek, Epafrást, akit épp elküldtek Pál apostolhoz, és meg is betegedett útközben, Isten könyörült rajta, mert Pál apostol imádkozott érte. És így olvasok itt a negyedik résznek a vége fele. Bizonyságot teszek Epafrás felől, hogy sokat fárad érettetek, és azokért, akik Laodiceában és Hierápolisban vannak, köszönt is titeket Epafrás,
akik ti közületek való Krisztusnak szolgája, mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratjában. Pál apostol azt a személyt hozza föl a kolossai beliaknak a szemük elé, akit nagyon jól ismertek. Epafrást. Azt a szemét, akit ők elküldtek Pál apostolhoz, és ezt a leírást adja róla, itt van nálam Epafrás, itt van velem, itt van a fogságom ideje alatt, amikor félni kéne azért, hogy túlságosan lelátszódjon felettébb Krisztus tanítványának, felettébb hívőnek, hogy nehogy ő is fogságra jusson, de látom azt nála, hogy naponta tusakodik, naponta érettetek imádkozik, hogy megállhassatok. A kitartás, naponkénti imát, Isten elé való állást jelent, akkor is, amikor nem kedvező a körülmény. Amikor netán ajánlatosabb lenne nem imádkozni. Amikor lehet, hogy annak következménye lehet. Pál apostol azt mondja, az imádságban álhatatosak legyetek. Ne a körülményekre nézzünk. Ne azzal foglalkozzak, hogy mennyi tennivalón van, vagy ki lát, vagy ki nem lát. Nem az a kérdés, hogy hol vagyok, kiknek a környezetében, legyek kész szólni az én Urammal. Legyek kész az én Istenem elé állni. Álhatatos legyek, kitartó. Másodszorban, milyen legyen az imádkozásom? Vigyázó. Kedves testvéreim, érdekes, amit itt Pál apostol elmond, vigyázván abban. Miért? Mert az imádság lehet meghiúsuló imádság. Amikor nem úgy emelem fel a kezeimet szentségben és tisztaságban, amikor a magam akaratára kérem azt, a magam testi vágyaira, amikor úgy hozom az én áldozatomat az Úr elé, hogy közben a szívem meg van neheztelve. És vigyázzak, hogy ne legyen hiába való az imádkozásom. Legyen az a lélek által. Legyen az megtisztult szívből, szabad, lélekből szálló. Nekünk férfiaknak külön szólja Isten ígéje azt, hogy úgy imádkozzunk, hogy vegyük tudomásul azt, hogy a feleségünkkel gyengébb edénnyel bánunk, foglalkozunk, az szerint meghiúsulhatnak imádságaink, vagy meghallgatást találnak. Vigyázván! Milyen szívvel, milyen kézzel, milyen lelkülettel, milyen céllal, miért imádkozom? Nagyon fontos, hogy Isten akaratával megegyező legyen. Küzdhetem én, és küzdhetsz te, hogy valamilyen módon kiharcoljam a magam akaratát, de hadd legyen ott előttünk Jézus a példa, aki a Gecsemáné kertben letérdel és imádkozik. Egyszer, kétszer, háromszor, és tanítványai annyiszor elalusznak. Belealusznak. És ezt mondja az Úr Jézus, olvassuk ott az evangélium végén. Egy órát sem bírtatok velem vigyázni. Az alvó hívő nem imádkozik. A megrestült hívő nem vigyáz, és az ellenség betör. A hitében megfáradt hívő leteszi az ima fegyverét.
Igaz, hogy az a sötétség órája volt, nyilatkoztatta az Úr Jézus. De azért hívta az ő tanítványait, hogy vele együtt imádkozzanak. És ők feladták. A test, a fáradtság, az éjszakai óra elaltatta őket. Engem és téged vajon a vigyázásban mi altat el? Mert az ördögnek ez a terve és ez a célja, hogy a hűségemet, az álhatatosságomat megtörje és elaltasson. Elaltasson, hogy azt mondom, hát, ó, már imádkoztam eleget, imádkozzon más is. Hát nem lehet mindig csak azt tenni, kell egyebet is. Azzal is elaltathatom magam, hogy most nincsen rá időm. Most sürgős és fontos tennivalóim vannak. Azzal is megoldhatom magamban a lelket, hogy nem látom fontosnak azt, hogy az isteni szónak engedjek, és először az Úrtól kérjek tanácsot, az Úrtól kérjek vezetést, hanem a magam értelme szerint nekiugrok a dolgaim elvégzésének. Ipparkodok, sietek annak, hogy megtegyem, ahogy én azt jónak látom, ahogy elképzeltem, és a magam makacságában, a magam akaratosságában nagyon könnyen elesek. És nem vigyáztam eléggé, hogy megkérdezzem és megimádkozzam, Uram, mi a te akaratod? Mit szeretnél, hogy cselekedjek? Emlékezzetek, hogy ezt a leckét milyen keményen kellett megtanulja Saulus. Milyen nehezen tudott ő megállni a damaszkuszi úton, Isten valósággal blokkolta, lefékezte, hogy eljusson ide, hogy megkérdezze, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Pedig emberi szempontból katonák voltak vele, lóháton volt, a zsebébe volt a hiteles, lepecsételt papíros a Sanhedrin részéről. Emberileg úgy nézett, hogy minden rendezve van, egy olyan városba ment, Damaszkuszba, ahol hatalmas zsidó kolónia közösség volt, és minden úgy nézett ki, hogy ő Isten ügyét szolgálja. A zsidó hagyományok, törvények, rendelések szerint. És ott útközben vigyáz rá Isten abban a tekintetben, hogy megállítja, vaksággal sújtja, leesik, és ott a porba tanulja meg, hogy hogyan kell imádkozni és vigyázni mindennapi életemre és életünkre, hogy az valósággal isteni szolgálat legyen, Istennek való engedelmesség. És jut el Saulus oda, hogy azt mondja, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? De többé nem olvastuk azt, hogy ő feszítette volna határokat. Sőt, még amikor volt elképzelése, hogy most megyek Frigiába, hirdetem az evangéliumot, megyek tovább, ahogy én elképzeltem az utamat, megjelent álomban a macedón férfi, és akkor átjön Európába. Nyitott volt az Isten vezetésére. Az imában való vigyázás azt jelenti, hogy éber vagyok, és figyelem azt, hogy mit akar tenni az én Uram. Egy nagyon közönséges példát mondok. Nagyon jól tudják a testvérnők, és mi is férfiak, amikor laskát főzünk, lefedjük a fazakat, de nagyon oda kell figyelni, hogy ne fusson ki. Vannak annak előzményei, még mielőtt kifutna. Elkezd zakatolni a fazék, kezd mozogni a tető, kezd habozni a víz, és ha nem húzzuk lejjebb idejében, nem fedjük ki, kifut. Tudjátok meg, kedves testvéreim, hogy akkor is lehet imádkozni, amikor már koppantunk. Amikor már összetörtük magunkat meg mást. Amikor már balesetet szenvedtünk. Amikor úgy szóval elejtett a sátán. De arra hív fel ma az Isten igéje, vigyázzak.
és preventíven. Elővigyázatosan hívjam segítségül az Úr nevét. Ne utólag, mikor már a dolgok elromlottak, jusson eszembe, hogy még imádkozni is kellene. Még segítségül kéne hívni az Úr nevét. Még meg kéne kérdezni, hogy mi az Úr akarata. Hanem vigyázóan úgy, mint aki figyelem az én Uramat, mint aki szemmel tartom őt, mint aki tiszta, világos látással van, hogy mit cselekszik most az Úr, és mit akar velem cselekedni, hol akar látni, miben akar engem használni. Harmadsorban, vigyázván abban hálaadással. Az imádkozás könyörgés kérő része ritkán marad el. Legyünk őszinték. Arra fogékonyak vagyunk. Kérni tudunk. Nem azért, mert Közép-Európában lakunk. Ilyen az emberi természet. Kérni könnyen tudunk. És ezt nem kell kiemelnie Pál apostolnak. Vigyázzatok, a kérés el ne maradjon. Azt kell kiemelje, vigyázzatok, a hálaadás el ne maradjon. És emlékezzetek, testvéreim, a 10 bélpoklosra, akiből 9-nél elmaradt. Nem kicsi dologról volt szó. Az életüknek, a földi életüknek a teljes megváltozásáról. Addig voltak kitaszítottak, addig voltak halálra szánt emberek, ott a Hínom völgybe kaptak valami ételmaradékot, amit kilöktek vagy kivittek nekik, nem lakhattak családjaikkal, és amikor megváltozik az életük, a 10-ből 9-nél elmarad a hálaadás. És nem túl az az Úr Jézus, amikor ezt elmondja, hogy az élet nagy döntéseinél, nagy megtapasztalásainál, hatalmas csodáinál, amit átélünk, ami nyilvánvaló, hogy csak az Isten munkája, és senki más nem tudta volna megtenni, hogy az én erőm, a más ereje, az orvosoké és minden egyéb tudománynak az ereje megállt, és csődöt mondott, de Isten cselekedett, és ott is 90%-ba elmarad. És arra int bennünket az ige, ne maradjon el a hálaadás. Ne maradjon el az, hogy megköszönöm az Úrnak. Ne maradjon el a nagy csodáknál és a szokványos mindennapi egyszerű teendőknél, egyszerű lehetőségeknél, vagy megvalósításoknál. Vigyázzunk, a hálaadás ne maradjon el. És itt szeretném azt elmondani, hogy a hálaadás nem csupán szó. Gyönyörű a magyar kifejezésünk, ha hálát adni. És amikor valamit adunk, akkor azt nem szóban szoktuk tenni. Azt mondjuk. És kedves testvéreim, az igazi hálaadás az, amikor Isten számára ajánlom fel az életemet. Az időmből, az energiámból, azzal, amivel megajándékozott, az, amit rám bízott. Nem a kényelmemre, nem a magam akarata szerint használom fel, felajánlom az Úrnak. Igazi hálaadás. Nem csupán szóban, nem csupán beszédben, az is nagyon jó. Valóságosan. Egy családban történt meg, olyan megszokottá vált a férj és a két fiúgyermek számára,
hogy anya főz, anya terít, anya leszedi az asztalt, miután ettünk, anya elmosogat, és anya már készíti is a következőt. És egy alkalommal az édesanya azt tette, hogy csak leírt a papírra, hogy mit, hol találnak meg. Tudta, hogy későn jön haza, és elmondta, hogy honnan vegyék elő a főtt ételt, első fogást, második fogást, hol találják meg a gyümölcsöt, miben melegítsék meg, fogyasszák el, és majd, ha lehet, gyűjtsék össze a mosatlant. Az történt, hogy a férj és a két fiú, mikor megtalálta a papírost, mélységesen felháborodott. Hát ők ilyet soha nem tettek. Miféle dolog az, hogy nincs előkészítve az étel? Nincs kitéve az asztalra? Milyen dolog az, hogy nekik nincs kitéve a tányérjukba is? És odáig fajult a dolog, hogy végül nem is ettek, hanem elmentek a városba, egy gyors büfébe. Hát, amíg járták a várost, az édesanya hazaért, ő közben melegített magának ennivalót, evett, el is mosogatta. És mire hazajöttek, és mondta, hogy mi történt, miért mentetek el, mentünk enni. Tehát itt volt. Úgy nem kell. Úgy nincs rá szükségünk. Nekünk úgy kell, hogy ide tegyék a kezünkbe, hogy csak tártsuk fel rá a szánk. Miért mondom el? Én sokszor, és lehet te is megjárod, testvérem, hogy így várnánk el az Úrtól. Úgy, hogy én is kell tegyek valamit. Úgy nem kell. Úgy, hogy jöjjön és repüljön az áldás, úgy igen. Úgy, hogy a magam részét tegyem, úgy nem kell. Ha én is kell adjak valamit, nem kell. És 3 hónapjába került ennek az édesanyjának, hogy leüljön a férjével, és tudja meggyőzni, hogy ne haragudj, legalább a tálalásnál segíts. Aztán még 3 hónap, amíg bevonták, hogy a gyerekekkel együtt netán zöldség vagy krumpli pucolásnál is segítsenek. De azt mondták, egy 6 hónap után, hálát adunk azért, hogy Isten megtanított bennünket arra, hogy észrevegyük, mit jelent egy édesanya a családba. És hogy vállaljunk belőle részt. És a hálaadás részben azt is jelenti, hogy észreveszem, hogy mit jelent az életemben Isten. A hálaadás jelenti azt, hogy felfogom, és világossá vált, hogy Krisztus nélkül mi lenne az élete. És mit jelent az ő szolgálata irányomban, és hadd legyek kész vele együtt, neki szolgálva tenni az Atya akaratát. És figyeljétek meg, testvéreim, a 4. igazság ma este erről szól, Pál apostol ezt megértette. Azt mondja, nekem van egy szolgálatom, amiért én imádkozok, amire nagyon vigyázok, amiért hálát adok, és a szolgálatom az, hogy Isten, ha megnyitja előttem az ige ajtaját, tudjam szólni úgy, ahogy azt nekem szólanom kell. A szolgálatát Pál apostol nagyon komolyan vette. Ez az én szolgálatom.
Ha megnyitja Isten előttem az ige ajtaját, nem én kell kinyissam. Nem oda megyek, ahol én akarom. Ebben a pillanatban, amikor írja ezt a levelet, éppen Rómában volt fogságba, és nem csupán lelkileg volt igaz az, hogy ő Krisztusnak a rabszolgája, hanem fizikailag is, megkötözve, ott Rómába, a börtönbe hirdeti az evangéliumot, azt mondja, Uram, nyisd meg az ige ajtaját. Az a Pál mondja azt, aki a Gamáliel lábainál tanult, akinél a kor teológiájának végzettsége magas fokon megvolt, aki farizeus volt, a törvényt ismerte, aki bármelyik ígét, ha elővette, hozzá tudott szólni. Iskolázott és tanult volt benne, de azt mondja, a szolgálatom nem abba áll, hogy én mit tudok tenni. A szolgálatom abba áll, hogy legyek figyelmes, hogy az én Uram hol nyitja meg az ajtót. És ott szólja. Ugye milyen butaság a zárt ajtót döngetni? Milyen butaság a zárt ajtónak akár 5-10-szer is neki menni? Úgy sem fogunk tudni kimenni. És Pál apostol azt mondja, én nem a magam akaratát, a magam gondolatát tartom fenn. Arra vagyok mindig kíváncsi, és arra figyelek, hol nyitja meg az ajtót. Kinek kell mondanom? És mikor olvastam az ígét, úgy elmentem, és egy ajtót megnyitottam. Hát, egy szempillantás, egy másodperc, nyugodtan megnyílik egy ajtó. Megnyomjuk a kilincset, és nyílik. És nem tudjuk, hogy azt a szempillantást, azt a másodpercet Isten kinél hozta el. Ezért van ez az éberség. De Uram, figyelem azt, hogy hol nyitod az ajtót. És akkor szólok. Így olvassuk, ez a szolgálatom, hogy szólhassam a Krisztus titkát. Nem valamiféle tudományt, nem valamiféle bölcsességet, nem vallásos vagy filozófiai nézeteket, nem életfilozófiát, a Krisztus titkát, hogy meghalt és feltámasztatott. És az ő feltámadásának ereje által kegyelmet adott mindazoknak, akik Krisztusban vannak. Istenek gyermekeivé lettek. Hogy a lélek által erő van azokban, akik Krisztusban járnak, akik megfeszítették a testet az óemberi természetével együtt, akik élnek immár Krisztusban, azok lélek által gyümölcsözőek. És így olvassuk, a Krisztus titkát akarom szólni. Ez az én szolgálatom. Ott, ahol éppen Isten használni akar. Ahol megnyitja az ajtót. Ahol az ígét fogadják. Ott, ahol helyet adnak Krisztusnak. És azt mondja, én ezért fogó is vagyok. Én nem akarok menekülni. Nem akarok elfutni. Én nem a magam érdekeit védem. Krisztusnak vagyok a szolgája, és ha kell, a szolgálatom teljesítéséért fogoly vagyok. Imádkozzatok. Imádkozzatok, mondja Pál a kolossi belieknek, hogy tudjam a szolgálatomat betölteni, úgy szóljak, ahogy kell. Ott, ahol kell. Vállalva a Krisztus titkát. És
így fejeződik be ige szakaszunk. Bölcsen viselve magunkat a kívülvalók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván. A szolgálatnak nem csupán módja van, nem csupán alanya van, Krisztus hirdetése, a szolgálatnak ideje van. És legyen ez ima témánk, hogy a szolgálatomat a kellő időben bölcsen tudjam tenni. Higgyétek el, testvéreim! Az, aki ilyen őszi időkig, novemberig nem takarította be a termését, majd január-februárban már nem kell betakarítsa a kertből. Megfagy és tönkre megy. Mert mindennek ideje van. És azt mondja Pál apostol, Uram, add ezt a bölcsességet. Imádkozzatok ezért, kedves gyülekezet, hogy bölcsen úgy tudjak viselkedni, és ti is úgy viselkedjetek, hogy az kellő módon, kellő időben Krisztussal tudjam tenni. És azt mondja Pál apostol, áron is megváltván. Félretéve fáradtságot, félretéve anyagiakat, zsugoriságot, félretéve számolgatást, a Krisztusnak való szolgálatot váltsam meg, és váltsátok meg. Kedves testvéreim, abban az időben élünk most, amikor tele van zsúfolva az életünk. És futni kell, szaladni kell egy időben 3-4 fele. Nem úgy éltek ti is, hogy elmegyek, de közben még ezt is megteszem, még közben megbeszélem azt, közben még lehagyom itt, ott, amott ezt a csomagot, vagy ezt a személyt, mind közben. Tele zsúfolva napunk, és időnk és percünk össze van zsugorodva, és soha nem elég. És arra tanít ma az ige bennünket, megváltva az időt. Tudjátok, mit jelent megváltani? Valami elesettet, valami tönkrementet kivenni onnan. És életem és életed ideje az Úr kezében, hogy mennyi az. De a szabad akarat által nekem és neked adatot, hogy mivel töltöm azt. Az ördög lefoglal. A világ munkát ad. Egyfolytában rohanni kell, mondani kell, tenni kell. Oda jutottunk, hogy a perceinket, óráinkat meg kell váltsuk. Erős akarat, határozottság, döntés kell ahhoz, hogy most félreteszem. Félreteszek minden egyebet, és az én Uramra figyelek, és imádkozok, és vigyázok, és hálát adok, és szolgálatomat végzem. Nem hagyom, hogy az ördög, és a körülöttünk levő világ kicsavarja, elvegye az időmet, és futóbolondá tegyen, hogy soha ne érjem utol magamat. Nem. Vigyázok arra, hogy Uramnak mindig szolgálatába, rendelkezésére álljak. Akkor a kihívás ez számomra, hogy ezt az ígét megértettem, valósággal összetörtem. Mert Uram, nem vagyok képes. Nem tudom ezt a rendet megtartani. A sürgős teendők annyiszor hajszolnak, és esetleg utólag.
imádkozok, vagy jut eszembe a neked való szolgálat. Könyörülj rajtam, hogy tudjak vigyázni, tudjak hálát adni, tudjam az alkalmas időt megváltani, álhatatos tudjak lenni a veled való közösségben. Itt, ebben a jelen való világban. Mert majd, amikor el kell számoljak időmmel, nem fogom tudni majd azt mondani, Uram, én rossz évszázadba, évtizedekbe születtem. Ott akkor nem lehetett. Akkor olyan volt a kor, olyan volt a menet. Azt mondja ma nekem Isten igéje, ne szaladjak a hitetleneknek, a világiaknak áradatával, hanem álljak meg, és döntsem el, Uram, imádkozok kitartóan, anélkül, hogy feladjam. Uram, vigyázok arra, hogy szent és tiszta kezeket emeljek fel, tiszta szívvel járuljak eléd. Uram, vigyázok arra, hogy a hálaadásom ne maradjon el a te áldásaidért, az egészségemért, mindazzal, amivel meglátogattál, és azért is, amit elvettél, hálát adok, Uram. És rendet teszek az életemben, hogy az ördög ne rabolja el az időmet, tudjam azt beosztani, és tudjam szentté tenni azzal, hogy félreteszem számodra. Bölcsé tégy, Uram, hogy a jó alkalmat áron is megvegyem. Adj kegyelmet, és légy segítségemre. Amen.
készített a mennyben, égi városban, mely szín arany, hol Isten trónja van. Szent angyalok az Úrnak zengnek szüntelen, köszönjük figyelmüket és azt, hogy végig kísérték a Credo TV magyar nyelvű műsorát, a Szívdobbanást. Isten kegyelme és szeretete kísérjen el valamennyinket, amíg újra találkozhatunk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Találkozzunk a jövő héten, ugyanebben az időben és ugyanitt.